És közben majdnem elvesztették a labdát a makóiak, de támadhatnak tovább. Kozserán távolról 27 másodperc után megszerzik a vezetést a makóiak. Dani Szilvia pedig gyönyörűen védett, utána pedig Kovács indítja Matyi Katalint, aki helyet kapott a kezdőcsapatban 2-0. A makóiak vezetőedzője azt mondja, hogy tegyék fel a kezét a makóiaknak. Hát nem tették fel, ennek az eredménye ez a gól. Gregus Fannival szemben, Molnár középen, és hiába jobb el Dani, bement a lövés a sarokba, 4-3. Pedig egy egészen elképesztő hiba volt Dancsó Dalmától, Matyi Katalin találta meg, aki robog a kapu felé, szépen bepattintja a labdát, 5-4. Kozserán beállta, át a hosszú oldalra, ez nagyon jó, Lovischék a kapufáról bepattan, 6-4. Farkas, Dancsó. Dancsó Dalma egyedül próbálkozik, és sikerrel járt, kiegyenlít. Marad a 7-7, 17 perc után, itt pedig megszerzhetik a vezetést az orosházia, Gregus megszerzik, Kovács. Kovács, Kürti, Erdei zicseri kijátszva, Erdei pedig kapufát találja el. Nézzük, hogy a harmadikkal hogyan fog járni. Ezt persze nem lövi be, Kozsonán gyönyörűen lábbal, kézzel közösen összehozta a védést. És akkor nézzük, kiegyenlítenek-e a makkóiak. Kozsonán, Matyi. Matyi gyönyörű testcsel volt, kiegyenlítenek. Dancsó. Erdei és Kovács vízelőtt rá Molnár távolról, a sarokba kikötött a lövése, 13-12. Molnár lő, Kozsonán gyönyörűen védett lábbal, és már indítja is Matyi Katalint, ez az indítás pontos, Matyi, 14-12. Dancsó megpróbálkozik egy lövéssel, jól próbálkozott, bement a labdája, Kovács, Erdei, Kürti, ez vissza, Kürti, belőtte, 15-13. Dancsó, de a szélre Molnárhoz, a kapufáról pedig bepattant a Laszti, 16-14. Dancsó, Molnárhoz játszotta, Molnár belőtte a sarokba, 17-16. Most Kozserán Krisztina ismételhet, az ő próbálkozása sokkal jobb volt. Erdei Kürtihez, a kapus feje mellett, gyönyörű találat volt. Erdei, Kovács, Kozserán indult be keresztbe, labdát már nem tudta belőni, viszont a kipattanó Kürtihez körül. Aki nagyon okosan átemelte Szentesi Kovács Renátát, ahogy a Dancsó. Dancsó nagyon messziről, a labda kipattan a kapufáról, a kipattanó viszont megvan a vendégeknek, méghozzá Gregus Fanninak. Gregus átemeli, próbálta volna Kozserán, ő nem vette meg ezt a cselt, egyszerűen megfogta a labdát. Sárkány, na a játékosok nem fújtak. Kovács éles szögből a kapus feje fölött. Szőlősi Dalmánál pillanat meg a labda a szabálytalanság pillanatáig. Újra nála van. Szőlősi Stella egyedül. Elsurrant a labdája. 1 perc 15 másodperc még. Sárkány. Lovischék egyedül ment be. Gregus mellett. Horváth lökött rajta egy nagyot. 5 másodperc hamarosan le fog járni az óra. Úgy tűnik, hogy ez lesz a vége. Lovischék nem, ez a vége.